Kegyelemnék és békesség Istentől, ami atyáktól, és az ő egyszülött fiától, ami úrunk Jézus Krisztustól. Kedves gyülekezet, mai Isten tiszteletünk kezdetén 25. Zsoltár első versét énekeljük. 25. Zsoltár első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem. Szívemet hozzád emelem, és benned bizonyulom, és meg nem szégyenítettem, nem lehet senkit hajtom. Ostorhoz nagy voltál.
első könyvéből a 17. fejezet első 8 verséből. Így szól hozzánk Isten igéje, Mózes első könyve, 17. fejezet első versétől kezdve. Mikor Ábrám 99 esztendős volt, megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta neki: Én a mindenható Isten vagyok. Járj én előttem, és légy tökéletes. És megkötöm az én szövetségemet, én közöttem és te közötted. És felette igen, megsokasítlak téged. És arcon borult Ábrám, az Isten pedig szólt ő neki, ezt mondván: Ami engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyává leszel. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyává tesznek téged. És felette igen, megsokasítlak téged, és népekké teszlek, és királyok is származnak belőle. És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utána a te örököseid között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek emléked Istened, és te utódaidnak te utánad. És adom te néked, és a te utódaidnak te utánad a te bujdosásod földjét, Kánaánnak egész földjét, örök birtokul, és Isten leszek nekik. Isten áldja meg az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hálaadással állunk meg te előtted, édesatyánk. Hálaadással mindazért, amiben megmutattad magadat, megmutattad hatalmadat, megmutattad erődet. Hálaadunk mindazért, hogy megőriztél, szívünkben azért, mert láttatod velünk szövetségednek áldásait. Kérjük téged, segíts bennünket ma is, szíveinket hozzád emeld, hogy köszönetünk, hálaadásunk mellett mindannyiunk szíve befogadója és megértője a te igének. Hogy legyen az életé bennünk, és erősítsen a te szövetségedben bennünket. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérjük, hallgass meg a imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésének készülben a 25. Zsoltár 6. versét énekeljük. 6. vers így kezdődik:
Úr Isten téli, és tiszta egész szívében, azt ön hagy híven vezérli, igaz ős minden híven, nagy békességben annak, minden jobb őben adatik, és ő maradékénak gazdag örökség hagyatik. Istennek igéjét olvasom ismét Mózes első könyvéből, a 17. fejezet első és második verséből. Megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta neki: én a mindenható Isten vagyok. Járj előttem, és légy tökéletes, és megkötöm az én szövetségemet én köztem és te közötted, és felette igen, megsokasítlak téged. Szólította meg őt Isten. Sokszor
nekünk is, éveleink is. Azóta én már többszörösen is, és ma is ezt mondja. Én az Úr vagyok a te Istened. Miért kell ezt megerősíteni? Nem elég egyszer elmondani? Nem elég egyszer tudomásukra hozni? Amilyen az ember, és amilyen vagyunk mi is, amilyen volt Ábrahám is, úgy tűnik, nem elég. Könnyen felelni. Könnyen jön és könnyen megy. Sokféle gondolat a mi szíveinkben. Bizony sokszor vagyunk, mintha nem lenne Istenünk. Nem azért, mert ő elrejtőzik, hanem azért, mert mi nem gondolunk vele. Nem gondolunk vele. Hiszem, hogy nincs is nagyobb problémája, baja az életünknek, mint amikor elfelejtkezünk róla. És ő neki újra meg kell szólítania, és azt kell mondania nekünk, én az Úr vagyok, igen, mindenkor, amikor valamiért váltás van a reménységből, a reménytelenségbe. Amikor váltás van a bizonyosság és a bizonytalanságban. Amikor a stabilitás
és eme megszólítás között, amiről ő szóltam. És Isten újra szövetséget kíván neki. Így is történt ebben a 24 esztendőben. Isten azt ígérte neki, hogy övé lesz a barangolásának földje, Kánaán egészen, és azt ígérte neki, ígéretet tett, és az ő ígéretet mindig be is tartja.
nagyon szeretjük, hogy adott Uram Isten belőttön. Tehát mindenható Istennek tetszik, hogy akkor adja meg, amikor ő azt jól látja. Akkor adja meg, amikor ő azt akarja. Akkor adja meg, amikor tudja azt, hogy eljött az ideje, nem elő, és nem is késő. Akkor. És be is tartja az ő szavát. De van ebben egy másfajta, nagyon erős útmutatás is. Édesapám, egyszer, amikor beszélgettünk vele, még Garai Szeremlei lelkész korunkban, és láthatóan szomorúak voltunk, hogy fogy a Garai gyülekezet, kevesbedik, fogy a Szeremlei gyülekezet, kevesbedik, akkor azt mondta, fiam, mindig lesznek öregek a gyülekezetben. Nem csak elmenők, hanem bekapcsolódók is. És igaza volt. A Garai gyülekezet ma is él. A Szeremlei gyülekezet is ma is él. A Dunamecsei gyülekezet is él, pedig sokan elmentek az alatt az idő alatt, mióta mi is itt vagyunk. Igen, vannak elmenők és vannak bekapcsolódók. Mert Istennek, amikor tetszik belenyúlni valakinek az életébe, vagy tetszik belenyúlni egy gyülekezet életébe, akkor belenyúl. És megteszi azt, amit ő gondol. De kár, ha úgy gondoljuk, hogy csak a fiatal és életerősek azok, akik előbbre vihetnek valamit. Nem. Ez vonatkozik a korosodó, idősödő emberekre nézve is. 99 esztendős Ábrahám, amikor Isten újra megerősíti őt a szolgálatban, újra megerősíti őt az ő szövetségében. Pedig még egyik ígéret sem lett valóság. Újra mondom, nem lett övé Kánaán földje, és nem született 99 esztendős korában, sem született még gyermeke. Jókkal kérdezhette volna, hát Uram, minek nekem már? Öreg ember vagyok én. Nincs már nekem jövő. Isten pedig azt mondja neki, én adom neked az én szövetségemet. Jár, én előttem. Szentül, fethetetlenül. Figyeljük meg, hogy mi az, amit Isten feltételül. Az ő szövetségének feltételül.
hiszen járni én előtted. Nem többet és nem más jelent, mint hogy éhezik közösségekben. Éhezik közösségekben. Figyelj ezek szóra. Hallgass meg, amit én mondok neked. És cselekedd azt, amit én mondok neked. Mindezt bárki megteheti. Még a legerőtelenebb állapotában is megteheti. A másik, amit kér, légy fethetetlen. Ami alatt nyilvánvalóan nem más értek, mint tart meg az én rendeléseimet és az én törvényeimet. Olyan feltételek szeretnék újra és újra elmondani és hangsúlyozni, olyan feltételek, amelyeket a 99 eszendős Ábrahám is meg tudott tenni. Ahogy persze el is utasította volna. De ő Isten szövetségét fontosabbnak tartja. Ajándék szövetséget kapott, és ezt az ajándék szövetséget ő valóban ajándéknak fogadta, befogadta, és örült neki. Igen, azon is el kell gondolkoznunk, hogy mit jelent számunkra Isten szövetsége. Annyi bizonyos, hogy ő benne nincs változás, változásnak árnyéka sem, ahogy mondja a Zsoltáros. Az biztos, ahogy mondja a Pál apostol, ő tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Akkor hol is kérdőjeleződik meg a szövetség? Nem ő benne, hanem én benne. Én benne. Igen, itt van a mi gyarlóságunk. Itt vannak a problémáknak gyökerei, hogy kapunk egy szövetséget. Elpecsételődik ez a szövetség, és aztán minden elbizonytalanodik, mert nem járunk ebben a szövetségben, és nem élünk. Az egész Ószövetségen végig húzódó gondolat ez. Mindig valahol megromlik ez a szövetség, és a megromlott szövetségnek oka mindig az ember volt. Aztán Istennek újra kell jelentkezni. Nem döntelentes. Én elmondom, és ő jelentkezik. Én tökre teszem, és ő újra fölajánlja. Döbbenetes. Döbbenetes, hogy életünk különböző időszakaiba újra és újra az ő szeretetéből jelentkezik, és azt mondja, hogy én vagyok az Ura, te Istened. Minden
Csoda dolog ez, hogy nem teljesítmény elv alapján gondolkodik. Nem úgy értékel, ahogy mi értékelünk, hanem minden az ő szeretetéből fakad. Az ő irgalmassága követi azt. És bizony mindig kiderül, neki van igaza. Mit tudhatjuk? Amit abban a pillanatban, amikor újra bejelentkezik Ábrahámhoz, hogy nem sokkal később fia születik. Hiszen láthatjuk újra csak az Ószövetségben, hogy az ígéret földje az ő népéhez. Ábrahám utódaié az ő népéhez. És igen, itt van hiszen ebben a szövetségkötésben ott van az is, hogy az utódait, az utódaitban is megtartom ezt a szövetséget, mondja Isten Ábrahám. Az utánad következő nemzedékek során keresztül megmutatom, hogy veled vagyok, és az ígéretem beteljesedik. Igen, amikor dönt Ábrahám, hogy ebbe a szövetségbe akar újra megerősítetni, akkor arról dönt, arról is dönt, hogy az eljövendő nemzedékek sorsa megint csak Isten kezében lehet. A folytatás. A szövetség feltétele pedig ez jár előttem, és légy előttem. Nem késsel, sem kevesel, sem többet. Az ő szövetségének feltétele ez volt akkor is, és az ő szövetségének feltétele ez ma is. Ő azt mondja, és igen, a válaszunktól függ az, hogy az ajándékba kapott szövetség megerősített szövetséghez, vagy eldobott feleslegesnek ítélt szövetség.
jár én előttem, és légy felhetetlen. És az én szövetségem a tiéd, oda nekünk az Úristen. Mindegy az, hogy milyen a külső körülmények, azok csak bennünket befolyásolnak. Ami Istenünket sose. Áldja meg az igében a szívünkben, áldja meg azt, hogy erősítsen meg azt, és készesen válaszol bennünket, amikor azt mondja nekünk, ma én vagyok a mindenható Isten. És énekeljük annak első versét, amely kérés, ó, maradj kegyelmeddel, mivel Jézus. Ó, maradj kegyelmeddel, mivel mindenkor, amikor a mi életünk nem feltehetetlen,
országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a föld is. Ami minden nap kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts is meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan. Mindvégig a hídben.